látották az új kerékpárutat Kozár Mislenyben. A beruházás célja a település úthálózatának fejlesztése, az intézmények kerékpáros megközelítésének javítása, valamint a település közlekedés biztonságának fokozása. Az új kerékpárút több mint 152 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg a terület és település fejlesztési operatív program keretében. Most már elmondhatjuk, hogy biztonságosan forgalomtól mentes övezetként elvégig lehet biciklizni Kozár Mislenyen. Bízunk benne, hogy ezek a típusú fejlesztések gombamódra fognak elszaporodni a többi településen is, hiszen úgy gondoljuk, hogy a kormánynak az a 20 milliárdos, évi 20 milliárdos programja, ami kerékpárút építése, fejlesztése lehet majd elkölteni, az ezt fogja eredményezni a mi megyénkbe is. Az eseményen ott voltak a helyi önkormányzat képviselői, a kozármislenyi intézmények, civil szervezetek vezetői is. Többször bejelentettük már a kozármislenyieknek, hogy kerékpáros barát címre pályázunk, és ennek keretében egy nyertes pályázatnak köszönhetően 152 millió forintból kerékpárutakat tudunk fejleszteni a kozármislenyben, ami nem csak erről szól, hanem közlekedésbiztonsági fejlesztésről, a tömegközlekedés fejlesztéséről, csomópontok, kereszteződések kialakítása, gyalogátkelőhelyek kialakítása a városunkat átszelő 5711-es főútvonalon, és három kerékpáros átkelőpont kialakítása. Ennek a beruházásnak vagyunk az építési részének a végén. Óriási feladat volt, hiszen ma Magyarországon és a térségünkben kivitelező vállalkozói hiány van, szakember hiány van. Szerencsére mi továbbra is meg tudtuk tartani azt a vállalkozót, aki már nagyon sokat dolgozott városunkban, a Wolfbau Kft-t. Határidőre teljesítette az elvállalt feladatot, melyet közbeszerzés keretében tudott elnyerni, és nem csak a sportot tudtuk ezáltal erősíteni, fejleszteni, az egészséget és a mozgást, hanem a közlekedésbiztonságot és ezen keresztül a zöld város programunkat. Ugyanis elmondtam már többször, és nagyon sokan egyetértenek velem ebben, hogy most már ennyire felfejlődött Kozár Mislenyt, mind lakosság számában, mind a fiatalok, a gyerekek, a családok tekintetében, infrastruktúra tekintetében, most már arra kellene a hangsúlyt helyezni, hogy egy zöld várost fejleszünk tovább, zöld várost építsünk. Az elmúlt évtizedben a sport meghatározó volt mindennapjainkban Kozár Mislenyben. Azt gondolom, hogy a mai napig is a legmeghatározóbb, de azt látnunk kell, hogy 2010-től 2014-ig 90 millió forintos támogatást tudott az önkormányzat saját költségvetéséből adni a sportnak, tömegsportnak és a versenysportnak. Tehát 90 millió forintot egy önkormányzati ciklusban még az előzőben. Most, ami 2015-től mai napig 2019-ig tart, ebben a ciklusban több mint 200 millió forintot adtunk a versenysportnak és a tömegsportnak, és ebben nincsenek benne a fejlesztések. Hallok sokszor kritikát, hogy minek nem kell, nem zöld város, nem kell ezzel foglalkozni, nem város kell építeni, hanem csak a sport az határoz meg mindent. Hát kérem szépen, háromszor annyi támogatást kapott a sport ebben a ciklusban, mint az előző önkormányzati ciklusban. Én azt szeretném, ha legalább ekkora pénzt tudnánk most már a jövőben fordítani a zöldváros projekt keretében, zöldváros építése céljából, a közlekedésbiztonság megerősítése céljából, járdák fejlesztésére, alternatív közlekedés, tömegközlekedésnek az erősítése, tisztább környezet, még nagyobb zöld felületek, a parkoknak a még látványosabb, még szerethetőbb rendezése, és hát a kerékpáros fejlesztése, az mindenféle kompromisszumot mellőzve, igenis keményen vinni tovább. Négy ütembe terveztük meg városban a kerékpáros fejlesztést, az első ütemnek a végéhez értünk. Ebben az ütemben elérjük az összes intézményünket, el tudjuk érni kerékpáron, elérhető a bevásárlóközpontunk, a spáráruház, elérhető a hivatal, az iskola, óvoda, bölcsöde, szolgáltatóhelyek, éttermek, és a következő ütemben szeretnénk már Pécs irányába elindulni. Ehhez persze kell a pécsi városnak is a szoros együttműködése, ami még előkészítés alatt áll. És hát el kell jutnunk az Öregfalunak is a legtávolabbi pontjára, és hát az ipari területünkhez is. Ez a második, harmadik és negyedik ütemben is meg fognak valósulni. Nagyon fontos az, hogy sikerült három kerékpáros átkelőt építeni, kettő darab új gyalogos átkelőt a főúton. Ha visszaemlékszünk, az elmúlt 20 év alatt három zebra
tudott megvalósulni városunkban. Most pedig az elmúlt, akkor azt lehet mondani, elmúlt 4-5 éves időszakban 2 gyalogátkelő helyet tudtunk kialakítani közvilágítással, ami azt gondolom, hogy jelentős előrelépés a közbiztonság tekintetében. Nem állnak le a fejlesztések, itt vissza van még az elektronikus utas tájékoztató rendszer, ami a buszmegállókba fog átadásra kerülni, ugyanennek a projektnek a része, de ez nem építési, hanem eszközbeszerzési rész. Ennek a határideje az majd augusztus végén fog lejárni, de augusztus közepére elkészül. Tehát mire megkezdődik az iskolai szezon, a szabadságolások vége, addigra már az elektronikus utas tájékoztatóval lesz egy teljes egész, ez a kerékpáros barát fejlesztés városunkban. Szemléletformáláshoz kaptunk eszközöket, marketinganyagokat, csomópontokat tudtuk átalakítani. Én azt gondolom, hogy biztonságosan tudjuk most már a gyerekeket és bátran útba indítani reggelente, iskolába, akár óvodába is el lehet jutni, és vagy bevásárolni, elküldeni a gyerekeket, mert most már védett útvonalon tudnak biciklizni. Nagyon nagy köszönet a képviselőtársaimnak, a megyei önkormányzatnak, hogy megértette azt, hogy Kozármislenyben ezt a zöld gondolat, ez mennyire fontos a családoknak, és ebben ugye a kormány és az Európa Unió támogatott minket, és ez egy hosszú távú projekt, tehát további ütemben fogjuk ezeket a fejlesztéseket vinni. Mit szólnak a helyiek ezekhez a fejlesztésekhez, milyen visszajelzések érkeznek? Én azt eleinte nagyon sok értetlenséget láttam. Én is nehezen tudtam elképzelni sokszor, amikor felbontottak egy-egy kereszteződést, hogy mi lesz ebből, de most már látjuk a végét. Én csak pozitív visszajelzéseket kapok. Igen, ez kellett gyerekeknek, a fiataloknak, az, hogy a szabadidős helyszínekre el tudjunk jutni biztonságosan. Nem mindenhova autózzunk, igenis szeressük meg ezt a kerékpáros közlekedési módot. Pécsre tudjuk vegyesen igénybe venni a távolabbi utcánkból, kerékpárra fel lehessen jönni biztonsággal, a buszmegállókból le lehessen rakni a kerékpárt, és tömegközlekedési eszközzel be lehessen jutni a nagyvárosba. Ezt nagyon szeretni fogják, és arra biztatnak minket, hogy vigyük tovább. Tehát ezek a fejlesztések kellenek. Ezek fontosabbak, sok más beruházást meg kell, hogy előzzék, és én ezt meg is ígérem a város lakosságának, hogy ezek a kerékpáros fejlesztések mindent meg fognak előzni. Az átadó után sokan bringára pattantak, és le is tesztelték a település új kerékpárútját.